Jó estét kívánok! Önök a Miértet látják, a Somogy Televízió politikai közéleti háttérműsorát. Ma esti vendégem pedig az egyik kedvenc polgármesterünk, Hídvégi József Fonyód polgármestere. Köszöntelek szeretettel itt nálunk. Köszöntelek és köszöntöm a tévénézőket. Az első és talán legfontosabb kérdés, hogy polgármester úr, hogy értékeled a szezont? Vannak-e már számok? Ha összehasonlítjuk a tavalyival idén, mit mutatnak a vendégészakák? Több vendég, kevesebb? Igen, épp a tegnapi testületülésen értékeltük a szezont, illetve a szezonnak az elmúlását és a város üzemeltetésnek a ténykedését, bevételeit. Ebből az látszik, hogy szinte 10-15%-os fejlődés volt a bevételeinkben. Gondolok itt a strandok bevételeire, a piac bevételeire és a parkolók bevételeire. Ez azt jelenti, hogy mintegy 10-15%-kal több vendég érkezett Fonyódra, mint a tavalyi évben. Nyilván a piacon nem csak a Fonyódon lakó vendégek, meg a kutyástrandon, meg a strandunkon, hanem a környező településekről is érkeznek vendégek. És ezt egyébként onnét gondoljuk, hogy az idegenforgalmi adóbevételünk pedig nem nőtt. Tehát azt látjuk, hogy ez a 100-110 ezer vendégészaka az, amit fonyódi szálláshelyek tudnak biztosítani. Ennél sajnos följebb nem tudunk menni vendégészakába. Ez most már a harmadik évben is így van. Az azt jelenti, hogy Fonyód a főszezonban telített, szinte augusztusban nem lehet szállást kapni, július végén nem lehet szállást kapni. Viszont azok az attrakciók, amit az elmúlt időszakban fejlesztettünk, gondolok itt a kutyástrandra, a központi városi strandunkra, ami ugye a Panoráma nevet viseli, ott jelentősen nőttek a bevételeink, vagy például idén tavasszal adtuk át az új piacunkat, ahol abból tudjuk lemérni, hogy egyrészt több kereskedő jött helyet bérelni, és több volt az autóparkoló díjbevétele a piacunknak. Ebből az látszik, hogy jelentős növekedés volt a vendégek számában. Polgármester úr, nem gondolkodtok abban, hogyha ez 3 éve tendencia, hogy a vendégészaka szám nem, de egyébként a turisták száma nő, hogy esetleg szálláshelyfejlesztés. Én folyamatosan mondom, hogy Fonyódra kellene egy minőségi szálloda, folyamatosan mondom, hogy próbáljuk meg, ugyanis a délnyugati Balaton parton jelenleg nincs szálloda Keszthelytől Siófokig vagy Földvárig. Ezen a területen inkább a magánszállás helyek dominálnak, és a magánszállás hely fejlesztésre is, ha tudnának adni pályázati támogatásokat, akkor a minőségi magánszállásokat is szeretik a vendégek. Nem mindenki akar szállodába menni, sokkal egyszerűbb egy kisebb házat komplett kibérelni baráti társaságoknak, családoknak, és ezt próbáljuk ösztönözni, hogy egyre több családi házat újítsanak fel, illetve nyaralót újítsanak fel, ahol nyaraltatnak is. Így most hála Istennek elindult egy ilyen tendencia. Fonyódon is társasházakat építenek üdülő, illetve lakás céljára, és most már a harmadik ilyen társasház épül, amibe ingatlanokat vesznek nyaraltatási célzattal is, illetve hát saját maguknak is vesznek az emberek, és ezzel újabb szálláshelyek nyílnak majd meg, de nagyon örülnénk egy 4-5 csillagos szállodának, amit sajnos elszalasztott a város 1-2 éve, akkor volt erről egy komoly vita, hogy a focipályánkat feláldozzuk egy 4 csillagos szállodának, vagy pedig fontosabb nekünk a focipálya, és akkor ez miatt, a vita miatt aztán visszaállt a vállalkozó, és így nem épült meg egy 4 csillagos szálloda. Én nagyon sajnálom, mert így Fonyódot, aki minőségi szálláshelyet keres, és beírja, hogy 4-5 csillagos szálloda, az Fonyódot meg sem találja. Tehát ezért is lenne fontos, ha egy minőségi szálloda is épülne Fonyódra. Sőt, a déli parton is, nem csak Fonyódon. Sőt, a déli parton is. Igen, és hát ugye Fonyódnak ott van még azért 5 kilométerre Csisztafürdő, akár a téli időszakban a termál vizes kezelések, vagy a termál fürdő használata is a téli turizmust is tudna erősíteni.
Ha emlékezetem nem csal, a turisztikai ügynökségnél lesz most pályázat, mert akkor attrakcióval lehet összekötni, polgármester úr, ha termálvíz. Igyekszünk. Mindenre odafigyelünk, minden pályázatot próbálunk kihasználni. Szeretnénk a gasztronómiai vonalon is előrébb jutni, hiszen most ugye belet jelent, hogy a strandi büfék fejlesztésére lesz pályázat. Én azt gondolom, hogy ez is bejátszik abban, hogy a Balatonpartra egyre többen jönnek, és nem biztos, hogy elkívánkoznak máshova. Ez fontos, hogy gasztronómiai élményt tudjunk nyújtani. Most benn vagyunk a turisztikai ügynökséggel egy közös pályázatban egy újabb kilátóépítésre, hiszen közel 40 ezeren látogatják a két kilátónkat, és a Kripta Villa tetejét is már kilátónak minősítik, pedig az csak egy kávézó, de egy olyan szép helyen lévő kávézó és olyan gyönyörű tájjal rendelkező kávézó, ahova nagyon sokan látogatnak, és ugye most épülne egy negyedik kilátó, ami egy újabb attrakció lenne Fonyódon, hiszen azok a turisták, akik lejönnek a Balatonra, már nem csak strandolni akarnak, de természetesen a strandot is azt várják, hogy olyan strand legyen, ahol a gyerekek tudnak játszani, vizes élménypark van, és ezért is adtuk be tavaly előtt a turisztikai ügynökséghez azt a pályázatot, hogy a felnőtt gyerekeknek is legyen a vízben egy vizes élménypark. Így mondhatom nyugodtan, hogy a csecsemőtől a 18 vagy 30 éves korosztályig próbáljuk kiszolgálni a strandunkon a gyerekeket, vagy azokat, akik strandolni szeretnek, mert ma már nem csak napoznak a strandon, hanem különböző élményeket, különböző lehetőségeket keresnek a strandolók is. Van-e már tervetek arra nézve, hogy azt a 10-15% többletbevételt, ami idén képződött, mire használjátok, milyen fejlesztésekre, mibe forgatjátok vissza? Természetesen a kutyás strandunknak most egy ilyen 15-20%-os növekedése volt bevételbe, ami azt jelenti, hogy a kutyás strandon szeretnénk fejleszteni kulturált vizes blokkot, egy kulturált büfét, ennek már elkezdődött a beruházása a szezon végén, és a kutyáknak valami élményattrakciós részt szeretnénk még ott kialakítani, illetve azt a területet szeretnénk tovább fejleszteni, megfelelő parkoló lehetőséggel, megfelelő úttal, mert jelenleg egy poros út van, erre is van elképzelésünk, hogy ezt hogy tudjuk megvalósítani, és hát természetesen a piacot is szeretnénk bővíteni, mert idén történt meg először, hogy már nem tudtunk kereskedőknek helyet adni, ebből következik az, hogy szeretnénk bővíteni. Tavaly vásároltunk hozzá egy ingatlant. Van köztünk még egy gát, ami a magyar államtulajdona, ezt szeretnénk minél előbb megszerezni, és akkor tudnánk bővíteni a piacunkat. Igazából a zöldség és a gyümölcspiac az, ami nagyon nagy attrakció. Természetesen ott van mellette a ruhás és egyéb játékos rész is, de a gyümölcs és a zöldségpiacra van óriási igény és kereslet, és ezt a területet szeretnénk még bővíteni, úgyhogy ha a magyar államtól ezt a területet megkapjuk, akkor azonnal folytatjuk a zöldségpiacunknak a bővítését. Egyrészt bevételt hoz az önkormányzatnak, hiszen a kereskedők bérlik ott a területeket, másrészt pedig látogatót hoz, és reméljük, hogy még több látogató fog ellátogatni a fonyódi piacra. Mennyit változik a világ, nem? Hogy gyerekkorunkban volt divat a piac, és eltelt 20 év, és most újra piacon vásárolunk a szupermarketek helyett. Hát igen, gyerekkorunkban, amikor a piacra jártunk, akkor még nem voltak a boltban zöldségesek. Azért jártunk piacra, aztán megjelentek a multik különböző gyümölcsökkel, zöldségekkel, és most azt látjuk, hogy egyre inkább a tudatos vásárlás következtében egyre inkább az őstermelőktől szeretünk vásárolni, vagy olyan termékeket szeretünk vásárolni, amit nem találunk meg a piacon, például sajtokat, ugye azokat a termelői sajtokat, amiket különböző területeken tényleg a sajtkészítők, vagy akár nálunk például holland sajtokat is lehet kapni, két holland úr igaz környékén telepedett le,
és ők folyamatosan hozzák a finomabbnál finomabb holland sajtokat, és hát természetesen a kecskesajtól elkezdve a különböző ízesítésűig minden kapható a fonyódi piacon. Megjelennek a házi kolbászok, a házi hentes áruk, és ez egyre vonzóbb, és egyre többen keresik. És visszatérünk a gépi sonkáról, a falusi sonkára, lehet, hogy egy kicsit rágos, de biztos, hogy egészségesebb, mint az, amit veszünk a gép sonkát a boltban. Egyetértünk. Ez nagyon érdekes, Budapesten is ez a tendencia, hogy egyre inkább a piacok felé orientálódnak az emberek. Vidéken ez sokkal könnyebb ez a helyzet, hiszen itt vannak a termelők. Igen, és tudja az ember, hogy kihez megy oda. És mit ismerem a Jánost, a Kati nénit, a Mari nénit, a Rózsi nénit, és őhozzá megyünk, vagy a méztermelőt. Hát nem a boltba vesszük meg a mézet, hanem attól az őstermelőtől, akitől mindig ugyanazt a minőséget kapja az ember, mindig ugyanazt az ízt, amit megszokott, és ez nagyon fontos az ember életében. Minden nap van nálatok piac, vagy ez a hétvége? Nem, szerda-szombaton van piac. Most gondolkodunk benne, hogy a jövő évtől egy hétfői napot még bevezetnénk, ugyanis aki szombaton érkezik meg nyaraló, ő nem tud vásárolni egészen szerdáig sehol, és ezért gondolkodunk még egy hétfői piaci nap bevezetésén, főleg az miatt is, hogy ilyen nagy sikere van a piacunknak. Egyszer én is el fogok menni. Még nem voltál, ezt nagyon sajnálom. De ami késik, nem múlik. Polgármester úr, eljött az ősz. Mivel várjátok ilyenkor a vendégeket? Nyitott Balaton? Vannak-e nyitva tartó vendéglátóhelyek? Milyen attrakciók? Mi az, amit tudtok kínálni? Azt tapasztaljuk, hogy augusztus végén nem lett vége a szezonnak. Mi szeptember elejére tettük az utolsó rendezvényünket, Harcsa Fesztivált. Aztán ezelőtt 4-5 éve ez nem jött be. Ezért elhúztuk az augusztus utolsó hétvégére, visszahúztuk, és most azt látjuk, hogy szeptember elején meg hiányzik valami rendezvényünk. Nagyon sokan vannak, én magam is vállalkozó vagyok, és érzem a bevételeken, a keresleten, hogy szeptemberben még nagyon sokan voltak, nagyon sok a kerékpáros. Ebből kifolyólag a kikötői üzletsoron is még mindig vannak nyitva üzletek, akik egyébként augusztus 20-a után be szoktak zárni. Ez egy nagyon jó tendencia, és azt látjuk, hogy nagyon sokan vannak hétvégén, nagyon sokan kerékpároznak. Én magam is, ha egy napot rá tudok szánni, akkor egy Fonyód, Badacsony, Keszthelyi 60-70 kilométeres kört azért megteszek. Nagyon sok emberrel találkozik az ember a kerékpárúton, fontos lenne a kerékpárutaknak a további felújítása, bár hozzáteszem, hogy kerékpározható. És egyre több helyen látom azt, hogy a büfék még nyitva vannak, meg lehet állni 5-10 kilométerenként szinte mindenhol van egy vendéglátó, hiszen van igény arra, és egyre többen jönnek le nyaralók is, akik egyébként nem kerékpároznak, csak lejönnek sétálni a mólóra, megnézik a Balatont, vagy éppen a nyaralójukat, és azt látjuk, hogy október vége, sorra jönnek a fesztiválok, Lellén Murci, Fonyódon Tök Fesztivál, Süllő Fesztivál Szigligeten, ezeket próbáljuk összekötni, hiszen Fonyódról indul a Szigligeti Süllő Fesztiválra hajó, próbáljuk összekötni, és próbáljuk még a szezont minél inkább kihúzni. Ez nagyon jó, hiszen a turisták sokan azért jönnek le, Facebookon jeleznek vissza, hogy lejövünk Fonyódra, Lellére, mert akkor ezt is, meg ezt is, meg azt is megnézzük ez alatt a 4 napos ünnep alatt, és azt látjuk, hogy van igény az őszi programokra. Mi például ugye idősek hónapja van, 1-től másfél hónapon keresztül az időseknek programokat szervezünk, és nagyon sok olyan idős van, akinek nyaralója van, és lejön az idősek programjára. Most például 2 hajót kell indítanunk a mai napon, azért, mert nem 180-200 idős jön el hajózni, hanem 280-an. Ennek egy része nyaraló tulajdonos, aki egyébként csatlakozik hozzánk, csatlakozik ehhez a programhoz, és ugyanígy vannak a rendezvényeink, úgyhogy azon gondolkodunk, hogy jövőre, szeptemberben is tartunk olyan hétvégéket, ahol valamilyen rendezvényekkel várjuk a vendégeket.
Azért ez is egy nagy pozitívum, amit mondtál évekkel ezelőtt, ezt el se tudtuk képzelni, hogy a Balaton melletti települések, akár még az északi és a déli part is összefognak egy-egy program, attrakció kedvéért. Szerintem ez egy nagyon, már csak ezért megérte, hogy beszélgetünk, hogy szerintem ez a jövő. Én amikor kistérségi elnök voltam, akkor is azt mondtam, hogy Lellének, Boglárnak, Fonyódnak, Balatonfenyvesnek, Máriának, Szentgyörgynek egy térségben kell gondolkodnia, és nekünk, mind a két szomszédunknak nagyon jó borai vannak. Mind Badacsonyban, mind Bogláron, illetve Lellén is nagyon jó borok vannak, Fonyódon pedig nincsenek borok, ebből kifolyólag oda küldöm őket borászatokat látogatni, vagy ilyen rendezvényekre. És természetesen az őszi rendezvényeknél is az a jó, hogy ellátogatnak Lellére a Murci Fesztiválra, és közben meg, vagy előtte, vagy utána meglátogatják a Fonyódi Tök Fesztivált is, és ugyanígy vagyunk az egyéb nyári rendezvényekkel. Amikor Lellén egy Omega koncert van, akkor mindenki menjen Omegát nézni. Mi akkor igyekszünk mondjuk egy operettet berakni arra a hétvégére, hogy egymás ne üsse esetleg a két közönség, mert aki az operettet szereti, az nagy valószínűséggel nem megy el egy rockkoncertre. Tehát ezeket próbáljuk azért úgy a többieket figyelembe venni. És ezt hogy csináljátok, polgármester úr, hogy egyeztetitek a szomszéd önkormányzatokkal, hogy kinek mi a hétvégét? Hát egyrészt figyeljük, hogy kinek milyen rendezvényei vannak, és akkor igyekszünk azt nem überelni. Nyilván akkor is van valami program Fonyódon is, például ugye a boglári napokat nem lehet überelni, de azért akkor csak kisebb rendezvényeket rakunk. Vagy amikor a Lellén a bor hetek vannak, akkor egy olyan közönséget próbálunk megszólítani, mondjuk a Rock Balatont tesszük oda, ahol kifejezetten a rock közönség jön el hozzánk, és egyébként nem zárja ki, hogy a Lellei napokra átlátogatnak néhány borkóstolóra. Tehát azért próbáljuk ezt így összehozni, egyrészt a kulturális intézmények igazgatói valamilyen szinten egyeztetnek, másrészt pedig azért figyeljük egymás programjait, és igyekszünk úgy rendezni ezeket, hogy a mások nagy rendezvényeit ne üssük. Vagy például csaljuk az embereket a Badacsonyi szüretre, hiszen szeptember első hétvégéről azért is raktuk el a harcsát, hogy menjenek akkor az emberek Badacsonyba borászkodni. Ez nagyon pozitív hozzáállás, szerintem így kellene működnie. Főként miután ugye most az elv, hogy egységében kezeljük egy desztinációként a Balatont. Meddig láttok előre, polgármester úr? Tehát megbeszéltük az őszt. Meddig vannak előre a programok? Tehát mi az, ameddig ti várjátok a vendégeket különböző attrakciókkal? Például a január az egy csendes hónap, gondolom én. Igen, hát ha most kérdésedre válaszolnék, meddig látunk előre, akkor 19 októberig, de a rendezvények kapcsán természetesen, ugye most jönnek majd az adventi hétvégék, ahol szintén nagyon sokan vannak, és minden vasárnapra egy-egy gyertya gyújtásra ugye programokat szervezünk. Nyilván karácsony előtti nagy koncert, az nekünk egy ilyen régi hagyomány, ahol mire nagyon sokan ellátogatnak, közel 5-600 ember van ott ezen a koncerten, illetve magán a rendezvényen. És aztán utána jön a január. Januárban vannak főleg a múzeumi, illetve kulturális rendezvényeink, és hát február első hétvégén a Kolbász Fesztivál, ami szintén egy, mondhatnám azt, hogy a Balaton legnagyobb téri attrakciója, vagy attrakciójává nőtte ki magát, hiszen ez úgy indult, hogy a fonyódiaknak csinálunk egy bulit, hiszen egész nyáron dolgoznak, és így indult a Tök Fesztivál is, hogy magunknak, fonyódiaknak csinálunk egy kis bulit, és a Kolbász Fesztivál ugyanígy indult, és most már egy turisztikai attrakcióvá nőtte ki magát, és ha befagy a Balaton, akkor most már föl vagyunk készülve annak a 8-10 ezer embernek a fogadására, amire nem voltunk fölkészülve tavaly, hiszen a 30 centis égen oda-vissza mentek Fonyód-Badacsony között az emberek, mert ez egy olyan ritkaság, és olyan
ritka alkalom volt, hogy szárazlábon átmenni Fonyódról Badacsonyba, azért ez... Átsétáltak a Balaton? Átsétáltak. Hát körülbelül 8-10 ezer ember volt. Teljesen meghaltak a vendéglátóegységek, teljesen meghaltak a biztonsági intézkedéseink. Mi 5-600 emberre számoltunk egy ilyen kis jégkarneválszerű rendezvényt terveztünk, és körülbelül másfél óra alatt elfogyott az összes teabor, minden. Tehát, de erre most már föl vagyunk készülve. Nem gondoltunk, hogy ekkora tömegeket lehet megmozgatni januárba. Föl vagyunk készülve, tudjuk, hogy januárban is meg lehet mozgatni embereket, és hát természetesen aztán a húsvétra, tehát a Kolbász Fesztivál után várjuk már a húsvéti hétvégét. Ne szaladjunk egyre előre, mert addig még úgyis találkozunk, polgármester úr, és szerintem. Hát mi azért a nyár elejéig tervezünk, illetve addig már be vannak a programjaink hirdetve, és be vagyunk tervezve ezekre. Úgyhogy reméljük, hogy ez a tendencia folytatódik, és minél minőségibb turizmust tudunk adni, annál többen jönnek a Balatonra. Így legyen, ez egy nagyon jó végszó. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. A nézőknek pedig a figyelmet, miért lesz holnap is, várjuk Önöket. Jó éjszakát, viszontlátásra!